nézd meg, most érek haza, illetve még haza se értem, 3-4-8, és még a betervezett órákat, tudjátok, amit előre le kellett jelenteni, hogy mikor, hol végzek, egyébként otthon kéne, hogy legyek, mert 19:40-kor végeztem a hivatalosan. Szóval még most a tervezett órákat fel kell vinni, véglegesíteni kell, viszont már kilométer állással együtt, tehát nyitás, zárás, tehát ilyen az oktató élet, és akkor még álljak neki vacsora helyett, vagy a család helyett este 8:30-ig felpötyögni, vagy 9-ig. Hát ez az új rendszer hozadéka sajnos, de meg kell csinálni. Úgyhogy nem hisztizünk, végrehajtjuk, ha még nem lesz forradalom. Ugye az a lényege, hogy... Ja, és akkor várjatok még a holnapi napot, ugye én már tudom, hogy kikkel megyek, de még tervezetbe be kell írnom, azt is meg kell csinálni, hogy mit tervezek holnapra, mikor veszem fel, kit veszek fel, hol végzek, órára pontosan, és este, amikor hazajövök, megint fel kell vinnem a tervezettet, mint véglegesítendő órán. Akkor szintén kilométer órával együtt. Úgyhogy nagyon fincsi, gyerekek, nagyon fincsi. Köszönjük szépen, köszönjük Emese, ez nagyon jól esett. Tanulóknak se annyira jó, mert ugye nem lehet változtatni, vagy nem nagyon szabad változtatni, ugye se helyszín, se időpontot. Na, sziasztok!